Idén szeptembertől az adatok szerint mintegy 1,5 millió gyerek jár majd iskolába, közöttük 751 ezer általános iskolás, 78 ezer szakközépiskolás, 5800 szakiskolás, 182 ezer gimnazista, 168 ezer szakgimnazista kezdi meg tanulmányait az iskolákban, az óvodások száma pedig 314 ezer. A nemzeti tanévnyitó ünnepséget augusztus 31-én Nagykőrösön tartják a református templomban, az első tanítási nap pedig szeptember 1-e lesz. A szakmai tanévnyitón elhangzott, a tankerületi központok rendszere az intézményfenntartói decentralizáció beváltotta hozzáfűzött reményeket. A rendszer jól működik, így egy kiszámítható, nyugodt és optimizmusra okot adó tanév kezdődhet el. A Klebersberg központ az iskola rendszer térségi fejlesztéseire európai uniós pályázatokból országosan 90 milliárd forintot fordíthat, és elkezdődött a pedagógusok bérrendezésének újabb üteme is. A napokban fog eldőlni, hogy mely pályázatot nyernek, és ezeknek a pályázatoknak az előkészítése, építése és az egész lebonyolítás az egyik legfontosabb feladat. Természetesen amellett, hogy a tanév megy mindenhol, és a minden szakmai munkát el kell végezni, és magas színvonalon kell elvégezni, illetve azt azért tudni kell, hogy mostanra erősödött meg, én azt gondolom, az 59 tankerületet, tehát mostanra teljesen letisztult a modell, és nagyon jól működik. A másik nagyon fontos előrelépés most szeptember 1-től, hogy a Klebersberg központ intézményhálózatán belül pótlékemelés történik, ami azt jelenti, hogy a úgymond középárfolyam, ami így nevezzük, fogjuk finanszírozni innentől kezdve a pótlékokat, ami jelen esetben azt is jelentheti, hogy a jelenleg például 20.300 forintos osztályfőnöki pótlék akár 60.900 forintra is felemelkedhet. Természetesen egy szempontsor alapján, amit az intézményvezetők a tantestület jóváhagyásával készítenek el, egy objektív mérés alapján lehet eldönteni azt, hogy melyik osztályfőnök hova lesz besorolva. Az oktatási hivatal legfontosabb feladata az informatikai rendszerében lévő adatok kezelése lesz, annak érdekében, hogy ezzel teljes képet kapjon a tanulókról és azok családjairól. Egész Magyarországon a hivatali szféra törekszik arra, hogy az állam birtokában levő állampolgári adatokat úgy használja, hogy ne legyen teher az állampolgárok számára, hogy újra és újra közölni kelljen a személyes adatait. Ez a mi részünkről azért nagyon érdekes, mert a köznevelési intézményekben nagyon sok adat kerül rögzítésre, és ettől kezdve ez a mi birtokunkba kerül. Tehát itt nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy megtisztítsuk ezeket az adatokat. Idén a nagy szakmai, hivatali ellenőrzés fókuszpontjában is ez az informatikai rendszer áll, tehát hogy hiteles adataink legyenek az iskolai tanulókról, családokról. A konferencián az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője elmondta, az intézmény fenntartók felkészültek a 2017-2018-as tanévre, amelyben a gyerekekre vonatkozó legnagyobb változás az lesz, hogy 12,1 milliárd forintos állami támogatásnak köszönhetően az elsőtől 9. évfolyamig tanuló, mintegy 1 millió gyerek, azaz a magyarországi diákok 85%-a térítésmentesen jut tankönyvekhez.